Sziasztok! Kristóf a kockás ember, ez pedig nem más, mint a Technik Szerda. Ma adásban megnézzünk egy kis készletet. Ez itt a 2017-ben megjelent 42060-as készlet, ami 365 elemből áll, tehát ezért is mondtam nektek, hogy kis készlet. Viszont azért, mint ahogy azt megszokhattuk a kis készletektől, van benne bőséggel, izgalom és funkció ahhoz, hogy érdemes legyen foglalkozni az ilyen kis készletekkel. Itt egyből az alverzióját látjátok, ami egy teherautóból, egy utánfutóból és egy kis munkagépből áll. Ugye azt kell mondani, hogy ez igazából egy ilyen útjavító csapat, hiszen ez is van ráírva a matricára. Tökéletesen megvan benne minden kis apróság, ami egy útjavításhoz szerintem szükséges. Nézzük is meg őket egyesével, kezdjük mindjárt a munkagéppel, ami egy kis egyszerű markoló, tisztán látszik rajta, hogy ez a kis egyszemélyes, amiket így megszokhatunk, hogy láthatunk ilyen nagyon kis méretben. Erről sajnos hiányzik a matrica, úgyhogy nincs teljesen tökéletesen úgy kinézve, hogy a készletben megtalálható, viszont ez kicsit sem csorbítja az élményt. Nézzük is meg, hogy milyen funkciók van benne. Ugye egyrészt lánclapokat kapott, ezek nyilván nem teljesen sima felületen, de nagyon jól forognak. Ezen kívül, ahogy ezt megszokhattunk, egy ilyen lánclapasnál rendesen 360 fokban megfordul maga a felépítmény, és ezen kívül szépen működik a markoló kanál, tehát szépen lehet föl-le emelgetni, illetve értelemszerűen a gémet is lehet mozgatni, de ezt már manuálisan, ez nincs rendesen fogaskerékkel meghajtva, valamit a kanalat is remekül lehet mozgatni. Úgyhogy bőséggel el van látva a funkcióval, azt kell mondanom, hogy remekül hozza is a markoló funkcióját, tehát azt kell mondanom. Na nézzük meg a teherautó részét, ami nagyon jól hozza ezt a kis, egyszerű, platós teherautót, vagy furgont, kinek nagyon tetszik. A belső része nincs igazából kidolgozva, tehát ez látszik is, hogy a beltér az viszonylag puritán, viszont a külső az nagyon szépen ki van dolgozva, tehát nagyon jó a kabin, nagyon jó az eleje, illetve nagyon jó a plató rész is, plusz, hogy rendesen megvan a keret a szélvédőnél, valamint kapunk kis lámpát, tehát tényleg mindenféle részletet gyönyörűen kidolgoztak rajta, szerintem tökéletesen megvan oldva. Ebben is van funkció, ráadásul kettő, ugye egyrészt van nekünk egy kormányzásunk, valamint dönthető a plató, tehát szépen le lehet dönteni a platót, és ki lehet borítani mindent, ami esetleg benne van, hogy tényleg remekül játszható kis készlet. És aztán van nekünk az utánfutó, ami igazából csak és kizárólag arra szolgál, hogy a markolót el tudja magával húzni, ezt nagyon szépen rá lehet tenni, és egész jól rajta is marad, viszont ennek nagyjából más funkciója igazából nincs. Ami még nagyon jó benne, hogy rendesen azért tud mozogni, tehát ha esetleg valami dimbes, dombos tárgyon vagy területen megy végig a kocsi, akkor is azért egész jól elmegy, persze nincs túl nagy hagymagassága, tehát azért itt-ott biztos, hogy fel fog akadni valamilyen szinten. Építés szempontjából végtelenül egyszerű, ugye nyilván kis elemszámból adódóan, de nagyon jól össze lehet rakni, pikpak megvan, tehát nem egy nagy történet. Van természetesen B modellje, de annak inkább szentelnék egy külön adást, ahol azt meg tudjátok nézni, mert az is elég izgalmasan néz ki. És akkor jön az összegzés, hogy a pozitívum mindenképp a kinézet, a funkciók, hiszen mindenhol megtalálhatók a funkciók, és azért ez igazán kiemelkedő ilyen kis elemszám mellett is, illetve a könnyű építhetőség és játszhatóság, hiszen szerintem egy nagyon jó kis játszható készlet. Negatívum, hát leginkább az, hogy már egy kifutott készletről beszélünk, tehát nem olyan könnyű beszerezni, de egyébként más negatívumot igazából nem tudok róla felsorolni. Úgyhogy ezzel le is zárnám ezt a mai adást, remélem, hogy tetszett, ha így van, akkor jöhet a like, jöhet a feliratkozás, illetve jöhet a komment a szokott módon, illetve a szokott témakörben, mit szóltok erről a készletről, illetve ti mit gondoltok az ilyen kisméretű technik készletekről. Tudjátok támogatni a munkámat is, amit előre is nagyon szépen köszönök, ehhez a linkek megtalálhatók a videó alatt, és a következő adásig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!